Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlök mindenkit, ma este is, itt 8-at ütött már az óra, itt benneteket a tóra, szeretettel köszöntök mindenkit, megvárom, míg felfedezik a Facebookon a kedves tanulótársak, hogy itt vagyok, és már fel is fedezték, itt van Jakab Gergő, barátom Szilágyi Tomi, szeretettel üdvözöllek benneteket, és mindenki mást is, Máté Lala, Molnár Dani természetesen is már, hip-hop, 16-an vagyunk, jó estét kedves Addor, 30-nál szoktunk kezdeni, úgyhogy ez így lesz ma este is. Szervusz kedves Jéger Laci, örülök, hogy látlak, legalább így vagy, hát te látsz engem, mert én nem látlak téged. Kedves Ödön, örülök, hogy itt vagy, Kati, szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, Charlotte. Négyes is old barátom nélkül nem indulhatna el a tanulás, itt van Millei Lajos barátom is. Ez különösen megtisztelő, Bodnár Csabi, és már is elértük a 30-at, úgyhogy neki is kezdünk a tanulásnak. Jó estét kívánok! Szia Tíme, örülök, hogy itt vagy. Jó estét! Szép estét mindenkinek! Örülök, hogy itt vagytok. Tegnap egy érdekes koncepcióról beszéltünk, csak felelevenítem a tegnap beszélteket. Üdvözlök mindenkit, aki csak most kapcsolódott be, Kerekes Évi, Sólyom Zsuzsi, Frajnyenő barátom Miskolcról, Kati, kedves Zsuzsa. Jó estét kívánok mindenkinek. Oké, nézzük, hogy töltsük el hasznosan együtt ezt a kicsit több mint fél órát. Szóval tegnap Rabbi Akivának azon mondásáról beszéltünk, vagy pontosabban azzal kapcsolatban említettem ezt a mondást, hogy akkor azt mondta, hogy Haviv Adam se Nivra Becelem, ugye a harmadik fejezet 14. misnája, Haviv Adam se Nivra Becelem, azaz boldog az ember, vagy kedvelt az ember, hiszen Isten képmására teremtett, és ugye erről beszéltem kicsit hosszasan, hogy mit jelent az, hogy az ember teremtetett Isten képmására, nem pedig az, haszfe shalom, Isten ments, hogy Istent tesszük a saját képmásunkra. Szóval erről hosszasan beszéltem, és egy érdekes gondolatot említettem, ami a haszid könyvekből, a haszid filozófiából egyértelműen kivehető, jelesül azt, hogy amikor a Tóra, a Biblia olyasmiről beszél, amikor Istent emberi alakkal illeti, ugye amikor azt mondja, hogy Isten szeme mindent lát, vagy Isten füle mindent hall, vagy Isten kinyújtott karja vezette ki a zsidó népet Egyiptomból, vagy ugye amikor a fáraó tanácsadói, amikor a 10 csapás során azt mondják, hogy Ezba Elohimhu, ez az Isten újja, ugye Istennek nincsen újja, ugye mondják a kommentátorok, hogy ezek mind allegórikus kifejezések, hiszen a Tóra olyan nyelven beszél hozzánk, amilyen nyelvet megértünk. Isten leírhatatlan, az emberi szavakkal leírhatatlan, és ezért a Tóra olyan nyelvezetet használ, ami hasonlatos ahhoz, amit közölni akar. Ugyanakkor azt meséltem tegnap, hogy a haszid filozófiai szerint miközben ez igaz, természetesen nincsen Istennek keze, olyan keze, mint amilyen az embernek van, vagy olyan szeme, mint amilyen az embernek van, vagy olyan füle, mint amilyen az embernek van. Ugyanakkor az allegória is igaz, azonban nem Isten az ember allegóriája, nem Istenre, nem Istent hasonlítjuk az emberhez, hanem az embert hasonlítjuk Istenhez. Mondván, hogy amikor azt mondjuk, hogy Isten kinyújtott karja, akkor az valójában Isten kinyújtott karja, de nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy olyan fizikai kar, mint az embernek a kinyújtott karja, húsból, vérből, csontból és izomból áll. Nehogy ezt gondoljuk, hiszen ez egy utánzata annak a karnak, amilyen Isten karja. Ez egy fizikai kar. Természetesen Istennek nincsen fizikai karja. Istennek isteni karja van, és ez jól illik ahhoz a gondolathoz, amitről az előbb beszéltünk, hogy az ember Isten képmására teremtett. Azaz, mi vagyunk, ha úgy tetszik, utánzatai Istennek, és nem pedig fordítva. Tehát nem igaz természetesen, sőt, hát ugye a Maimonides a 13 hitágazatban, ugye Maimonides összefoglalja, hát legalábbis nem pont így, mint ahogy számunkra ez megvan, de összefoglalja azt a 13 dolgot, amelyben az ember kell, hogy higgyen, ami a zsidó hit alapja, 13 hitágazatnak mondjuk, és erről írtam is egyszer a blogomban, nem is olyan nagyon régen, és azt írja Maimonides, hogy a harmadik hittételében, ugye 13 hittétel van,
Az egyik hittétel azt mondja, a némá minbe munás leimá, hiszem teljes hittel, s ha boréid barácsmó, hogy a teremtő áldassék, én oguf, ő nem, neki nincsen teste, veló, jaszigú, miszegéháguf, és nincsen semmiféle testhez hasonló dolga, ve én lo sum dimion klál, és nincs neki, őt nem lehet semmihez sem hasonlítani. Szóval ez egyik a mély hitünknek, hogy Istennek nincsen teste, és Isten nem megjeleníthető emberi, vagy nem leírható emberi fogalmakkal. Most, hogy ezt a gondolatot tovább vigyük, ugye, tehát, hogy Isten keze az nem olyan, mint az ember keze, hanem az egy igazi kéz, ez a kéz. A mi kezünk az egy utánzat, Isten keze az egy igazi kéz. Ezt a gondolatot tovább véve megérthetjük azt, hogy mire gondol a Tóra, mire gondol a Biblia, amikor olyasmiket mond, amelyek számunkra úgy tűnhetnek, mint... Hát mondjuk, hogy legalábbis furcsának tűnhetnek. Ugye Isten haragra gerjed, hogy Isten örül. Ugye? Miféle öröm? Miféle öröm az öröm, amit Isten érez? Miféle harag az, amit Isten érez? Ugye ezeken érdemes elgondolkodni, és arra a következtetésre lehet jutni a korábban elmondott, az előbb elmondottakból, hogy valójában Isten haragja az az igazi harag. Ha valóban haraggal írjuk le azt, amit Isten kvázi érez, azt a harag szóval írjuk le, aminek az emberi harag csak gyenge utánzata. Hiszen bármilyen is vagyunk mi, és bármit is érzünk mi, annak Isten hatványozottan, vagy végtelenül, ő azt végtelenül, neki végtelenül van olyasmije, és végtelenül leírható ezekkel az érzésekkel. Tehát, hogy amikor Istennek fáj az, hogyha egy ember bűnözik, ha Istennek fáj az, hogyha egy zsidó nem tartja a parancsolatokat, akkor ezt a fájdalmat, ezt nem allegórikusan kell érteni, abban a tekintetben, hogy persze Istennek nem fáj. Dehogy nem, Isten, ha azt gondoljuk, hogy mi érzünk fájdalmat, ha azt gondoljuk, hogy mi érzünk keserűséget vagy szomorúságot, akkor képzeljük el is, hogy Isten milyen szomorúságot és keserűséget érezhet. Hiszen a mi szomorúságunk és keserűségünk, az csak hasonlít arra a szomorúságra és keserűségre, amit Isten tud, amit Isten érezhet. És ez a nagyon szép haszid gondolat, ez nem Istent állítja be valamiféle emberképé, vagy emberképébe, hanem pont az embert, pont arra világít rá, hogy mit is jelent az, hogy az ember Istenhez hasonló. Képzeljük el, hogy amikor azt mondjuk, hogy elnokea, Isten féltékeny. Mi az, hogy Isten féltékeny? Ismerjük a féltékenység érzését, ugye? Kedves tanulótársak, valószínűleg mindannyian éreztük már a féltékenység érzését. Egy nagyon rossz érzés. Ha nekem rossz érzés a féltékenység, akkor képzeljem el, hogy Istennek milyen rossz. Ha nekem rossz ezen a fizikai, engem, akit behatárolnak a tér és az idő korlátai, akkor Isten, aki örökké való, akit nem határolnak be ez a korlátok, az ő fájdalma, az ő szenvedése az örökké való. Nem hasonlítható a mi szenvedésünk. Az a mi szenvedésünk egy gyenge utánzat. Ami szerintem egy nagyon szép gondolat, szerintem nagyon szép, tegnap arról beszéltél, hogy mi Hashemet akarjuk megszemélyesíteni, erről szívesen beszélgetnék valamit, most beszélek róla, kedves Péter. Pont erről beszélünk. Lemaradtál ott, lehet, hogy az első pár percről, meg a tegnapi előadásról, de pont erről beszéltünk, hogy nem Istent kell megszemélyesíteni, hanem azt kell megérteni, hogy a mi érzéseink, a mi kezünk, az csak hasonlatos Isten kezéhez és érzéseihez. Természetesen a mi kezünk az egy fizikai kéz, a mi ujjunk az egy fizikai ujj, a mi szemünk az fehérjéből, izmokból és egyebekből áll. Ez nem hasonlítható Isten szeméhez. És ugyanúgy Isten öröme és Isten fájdalma nem hasonlítható a mi fájdalmunkhoz, vagy a mi fájdalmunk az csak gyenge utánzata lehet enne. Ami szerintem egy nagyon fontos üzenet az Isten szolgálat tekintetében. Hogy az ember mennyire vegye komolyan a parancsolatokat. Ez Istennek fáj, ha egy zsidó nem tart szombatot. Minden alkalom, amikor egy zsidó megszegi a szombatot, akkor az Istennek fáj. Mennyire fáj? Végtelenül, örökkévalóan. Örökkévalóan fáj. Mennyire fáj, hogyha egy zsidó nem tartja a parancsolatokat, hogyha nem olyat eszik, vagy nem olyat iszik, vagy nem tartja be a moralitás törvényeit, vagy hogyha
tartja a szombatot, vagy, és így tovább. Ez mennyire fáj a teremtőnek? Végtelenül fáj. Ha azt gondoljuk, hogy nekem fáj, amikor, nem, amikor megcsalnak, amikor átvernek, amikor becsapnak, amikor elárulnak, amikor nem tartják be az ígéretet, a felém tett ígéretet, ha azt gondolom, hogy ez nekem fáj, akkor képzeljem el, hogy ez mennyire fáj Istennek. Végtelenül. Kozmikusan fáj Istennek. Oké. Erről beszéltünk tegnap. Harmadik fejezet, 14. misna. Ugye, csak elértől nézzük át. Chaviv Adam, se nivra becelem. Kedvelt az ember, hiszen Isten képmására teremtett. Chibaye teranudatlo, és ez a kedveltség, ez ki is mutattatott számára, hiszen se nivra becelem, hogy a Isten képmására teremtett, se nem már, ki becerem Elohim, a szájt Adam, hiszen tudjuk is, hogy Isten képmására teremtettünk. Az a tudat, eleve egy nagy ajándék, mondja Rabbi Akiva, eleve egy nagy ajándék, hogy az ember Isten képmására teremtetett. Isten saját magából adott lelket számunkra, mindannyiunk számára. A bennünk lakó lélek az Istennek egy darabkája. Isten komolyan investált belénk, komolyan fektetett belénk. A világ teremtésébe komolyan fektetett. Ugye a bölcseink elmondják, hogy Isten természetesen a világot nem kellett, hogy 7 nap alatt teremtse. Bármilyen komplex, bármilyen bonyolult az univerzum, és a természet törvényei bármilyen bonyolultak és komplexek, Istennek nyilvánvalóan egy szempillantás alatt is lehetséges lett volna a világot megteremtenie. Mégsem így tett, hanem 6 napon keresztül teremtette a világot. 6 dolgos napon keresztül teremtette a világot. Úgy ezzel akarja mutatni számunkra, hogy Isten mennyit investált a világba. Milyen sokat fektetett bele. Milyen sok munkát és energiát fektetett bele. Hogy értékeljük, azért kell ezt tudnunk, hogy értékeljük saját magunk számára, hogy milyen fontosak vagyunk Istennek, hogy a világ milyen fontos Istennek, hiszen megteremtette volna egy másodperc alatt is. Kedves Nagy Józsefné, szerintem Isten nincs fájdalma, csak amikor ember élet értünk, akkor bocsánat, nem értem, miről beszél. Istennek nincs fájdalma, arról beszélek, hogy Istennek igenis van fájdalma. És ha azt gondoljuk, hogy az a fájdalom az olyan, mint az emberi fájdalom, az nem igaz. Természetesen Istennek nem emberi a fájdalma, Istennek isteni a fájdalma. Istennek isteni az öröme, Istennek isteni a fájdalma, Istennek a megcsalás, az árulás, az isteni, nem olyan, mint a miénk, hanem ennél sok. Ha azt gondoljuk, hogy a mi fájdalmunk nagy, akkor Isten fájdalma végtelenül nagy. Hiszen Isten maga végtelen. Ez nem igaz. Oké, nehéz vitatkozni. Nem tudom, hogy mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy nem igaz. Én azt mondom, hogy igaz. Hozzá rá bizonyítékot, és akkor én is hozok rá bizonyítékot, hogy nem igaz, vagy harsz, hogy igaz. Oké, Huaya Omer, Chaviv Adam se nivra becelem. Isten, azt mondja, kedves Jankó Zsolt, ez egy jó kérdés. Az ember számtalan hibával rendelkezik, ellentétben az örökkévalóval. Miért mondjuk azt, hogy az ő képére teremtettünk? Azért, mert erről pont a következő misna fog majd szólni. Amellett, hogy az ember Isten képmására teremtetett, ez az egyik bizonyíték arra, hogy vagy pontosabban az egyik módja, amilyen tekintetben az ember isteni, az a szabad akarat lehetősége. Azért nem szeretnék most erre gyorsan válaszolni, mert a következő misna az pont erről fog szólni, ha jól... Igen, a következő misna, a 15. misna az pont erről fog szólni, a szabad akaratról, amiről hosszasan fogok majd beszélni, amikor odaérünk. Jó, úgyhogy ha megengeditek, akkor ezt most egy pillanatra tegyük félre, a szabad akarat kérdését, kedves Jankó Zsolt, mert a szabad akarat ad választ arra, hogy miért rendelkezhetünk hibákkal, vagy miért az ember hogyan képes bűnözni, mikor Isten nem képes bűnözni. Vagy pontosabban Isten nem bűnözi. Kedves Blezsán László, Istennek nincsenek gyerekei, nincsenek unokái, csak gyermekei. Képletesen szólva persze, mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Ugye Isten a gyerek, az unoka, a dédunoka és az újkunoka, ezek mind időben elhelyezett generációk. Tehát amikor ilyen emberi kapcsolatokról beszélünk, akkor ezt mind az idő tengelyénkkel elhelyezzük. Ugye a nagypapa idősebb, mint az unokája. Istent ugyanakkor nem köti az idő korláta. Isten nem korlátozható az idő által.
Szervusz, kedves Kulcsár Tibor, örülök, hogy itt vagy. Kedves Mohamed, mi van jelentőség, hogy 7 nap alatt teremtett Isten a Földet? Igen, az előbb pont erről beszéltem, Mohamed, hogy annak jelentősége van, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a Földet, és a 7. napon pihent. Ezzel azt akarta számunkra megmutatni, hogy milyen sokat investált ebbe a világba, hogy Isten számára milyen fontos a világ. Hiszen megteremthette volna egy szempillantás alatt. Ha egy emberi példával akarnám leírni, Istent, ami nyilván leírhatatlan, de mégis csak az allegória vagy a metafora véget, akkor azt mondanám, hogy egy olyan műalkotás, ha te dolgozol valamin, mit tudom én, tegyük fel, barkácsoló ember vagy, és van egy hétvégi házad, egy nyaralód, és akarsz építeni egy szerszámos, nem tudom, hogy miért pont miért jutott eszembe, ha egy szerszámos kamrát akarsz építeni a kert végébe. Ugye, egy szerszámos kamrát akarsz építeni a kert végébe. Akkor két, meg, ahol a fűnyírót meg a szerszámaidat tarthatod. Ugye két megoldás tárulkozik elét. Az egyik, hogy fogod és megépíted magad. Azaz elmész, megvásárolod a... Kigondolod, először kigondolod, hogy mit akarsz. Aztán esetleg le is rajzolod, hogy mit akarsz. Aztán elmész megvásárolni. Majd utána fáradtságos, verejtékes munkával meg is csinálod ezt a kis fészert, vagy nem tudom, szerszámos kamrát. A másik megoldás, hogy elmész a hobbiba, vagy nem tudom, praktikerbe, és vásárolsz egy kész, ilyen kés, kis faházat, kis fészert, és azt odahozatod, és leteszed. Minden bizonnyal az a munka, az alkotás, amelyet energiabefektetéssel hoztál létre, az kedvesebb számodra, mint az az alkotás, amelyet nem energiabefektetéssel hoztál létre. Amely egyszer csak az öletbe pottyant, ha úgy tetszik. Még akkor is, hogyha pénzben ugyanannyi megvenni a praktikerben, nem tudom most miért pont ez a példa jutott eszembe, de valamiért azt gondolom, hogy amint fáradtságosan dolgoztunk, és beleadtuk a szívünket és a lelkünket, az kedvesebb számunkra, mint az, ami egyszerűen csak az ölünkbe pottyant. A gyermek azért, többek között azért olyan kedves a szülője számára, mert rengeteget investált bele. Ugye az anyuka 9 hónapon át a saját testéből táplálta a gyermekét. 9 hónapon át saját testéből táplálta a gyermeket. Ugye a gyermek elszívja a kálciumot, ugye ezért kell mindenféle vitaminokat beszedni az anyukának többek között. Investál az anyuka a gyerekbe, és ez egy olyan investíció ráadásul, a gyerekbe történő investíció, az egy olyan investíció, aminek az eredményét, ha úgy tetszik, a profitját, azt nem tudjuk előre. És lehet, hogy nem is lesz. Semmilyen profitja. A gyermekvállalás az igazán önzetlen befektetés. Az igazán önzetlen befektetés, hiszen az ember nem tudja előre, hogy mit fog kapni majd. Lehet, hogy a gyerek, akit vállaltál, akit szeretettel és gondoskodással fölnevelsz, az a gyerek egyszer csak rád fogja csapni az ajtót, és nem fog veled szóba állni. De te mégis 9 hónapon át a saját testedből táplálod, és azután évekig pedig szeretettel és gondoskodással táplálod. Talán ezért lehet, hogy a héberül az irgalom szó, azt úgy hívják, úgy mondják héberül, hogy rahamim, azt jelenti irgalom, és a héber anyaméh, az anyaméh szó, azt pedig úgy hívják, hogy rehem. A rehem és a rahamim ugyanabból a szótövből származik. Ugyanabban az a gyöke a két szónak. Ugyanaz a gyöke a két szónak. Rahamim és rehem. Az irgalmat jelent. Ugye, amikor az ember úgy gyakorol jót, ugye a héberben két szó is van a jótékonykodásra. Az egyik a chesed, az a könyörületesség, és a rahamim az irgalom. Ugye ez két szinoníma, ez két hasonló jelentésű szó, a könyörületesség és az irgalom, ez két hasonló jelentésű szó. Az irgalom, a rahamim, nem tudom, hogy a magyar fordítás az megfelele, de a rahamim az feltétlenül egy olyan fajta jótékonykodás, egy olyan fajta jó cselekedet, egy olyan fajta jótétemény, amiért az ember nem vár hálát, vagy nem tudja, hogy esetleg meg lesz-e vajon hálálva. Ez az anyami, ez nagyon érdekes, hogy a gyermekét tápláló anya, az tulajdonképpen önzetlenül investál a gyermekbe. Talán az,
a legönzetlenebb kapcsolat, a legönzetlenebb kapcsolat az anya és a gyermek kapcsolata. Ez a szülő és a gyerek kapcsolata, főként az anya méhben töltött időszakban. Hiszen akkor úgy adsz önzetlenül a gyermeknek, hogy az nem sír, hogy éhes, nem kéri az ételt, hanem elveszi magának. És nem akárhogyan veszi el, ugye? Sokszor kizsigereli. Szó szerint kizsigereli az anyukáját, ugye ezért kell egy terhes nőnek több vitamint szednie, és itt most a szó pozitív értelmében gondolom a kizsigerelést. Oké. Huaya Omer, Havi Vadám se Nivrá Becelem. Kedvelt az ember, mivel Isten képmására teremtetett. Hibai a térrendodátló se Nivrá Becelem, ugye az még kedveltebbé teszi, még jobban kiemeli a kedveltségét, az a tény, hogy Isten ezt tudtára adta, hiszen úgy van írva, Tibet szellemeló, himás szájt, Adám, Isten az embert a saját képmására teremtett. Mi történik? Ugye arra hívja fel a figyelmet a misna, és majd a következő mondatban is fogjuk ezt látni, arra hívja fel a figyelmet a misna, hogy ha valamit valakinek a tudtára adok, az egy magasabb szint, a jó téteménynek egy magasabb szintje, mint hogyha nem adtam volna a tudtára. Akkor itt érdemes ezt a dolgot kicsit alaposan megvizsgálni. Ugye nem arról beszél a misna, hogy a jótékonykodás, a jó cselekedet, ha valakivel jót teszek, és azt elmondom, hogy én tettem a jót, az bármiféle pozitívummal járna, hiszen ennek a fordítottja igaz alapesetben. Az igazság az, hogy az adakozás egyik, nem a legmagasabb, de az egyik legmagasabb foka, hogyha az ember titokban adakozik, ha az ember a saját kilétét nem felfedve adakozik. Ugye titokban valakivel valami jót teszek, adakozok, adományozok számára, de nem mondom el, hogy én voltam titokban. Hogy ez egy magasabb szint, mint hogyha oda megyek, és nyilvánosan adom oda számára az adományt. Nem erről beszél a misna. A misna arról beszél, hogy valami plusz dolog, valami érdekesség történik akkor, hogyha valami ki van mondva. Ha valami ki van mondva, és hogyha valami nevén van nevezve. Ugyan, nagyon érdekes, mert van olyan filozófiai irányzat, sőt a pszichológiában is legjobb tudomásom szerint van ilyen megközelítés, a Jung-féle pszichológiában, hogy azáltal, hogy valaminek neve van, azáltal létezik igazán. A névtelen dolgok, a névtelen dolgok nincsenek életre hívva. Ugye a Biblia arról beszél például a Tóra, hogy rögtön a teremtéskor, hogy Ádám az első ember nevet adott minden állatnak. Elnevezett minden élőlényt, nem csak állatot, növényt is, minden élőlényt, minden teremtett élőlényt elnevezett Ádám. Ugye azáltal, hogy nevet adott neki, azáltal hívta életre. Ami nem azt jelenti, hogy nem létezett korábban, hanem azt jelenti, hogy a létezése az akkor vált életté, amikor... Az akkor vált életté, mert korábban csak létezés volt, amikor nevet kapott, amikor életre lett hívva. Nem akkor, amikor meg lett teremtve. Azáltal, hogy nevet adok neki, azáltal a dolog valóssá válik. Ez a legjobb szó rá. Valóssá válik. Ugye mindannyian ismerjük a társas kapcsolatokban azt, amikor bizonyos dolgokat kimond az ember. Vannak dolgok, amikről nem beszélünk, amiket nem mondtunk ki, és abban a pillanatban, hogy kimondjuk, abban a pillanatban, hogy artikuláljuk, hogy szavakkal fejezzük ki, abban a pillanatban sokkal valósabb, kézzelfoghatóbbá válik valami. A kimondott szónak rendkívül nagy ereje van. Isten, ezt korábban beszéltük, Isten a világot szavakkal teremtette. És az emberi szó is képes teremtésre, az emberi beszéd is képes teremtésre. Nem világteremtésére, de bizonyos tekintetben világteremtésére. És én oda megyek, és valakit nyilvánosan megszégyenítek. Ha oda megyek, és megbántok valakit, akkor őt gyakorlatilag meg, olyan, mintha megölném. Egy világot tudok elpusztítani valakiben. Ugye szoktuk is mondani ezt a kifejezést. Egy világ dőlt össze bennem. Biztos ti is használtátok már ezt a kifejezést. Valami olyat tudtára adok egy másiknak, amit ő eddig nem tudott, és egy világ összedőlt benne. Az azt jelenti, hogy az ő képzelőerét, hogy azt a módot, ahogy ő a világot szemléli, ezt most
meg kell változtatni, és ahhoz kell, az új információ alapján kell, új információhoz kell hozzáigazítani. Az azt jelenti, hogy a korábbi nézőpontja, a korábbi álláspontja, az megsemmisült. Azaz elpusztult egy világ. A Talmud arról beszél, talán a leghíresebb talmudi idézet, a Sanhedrin traktátusból, a leghíresebb talmudi idézet, hogy ha valaki egy ember, ha valaki elpusztít egy embert, ha valaki megöl egy ember, az olyan, mintha egy világot pusztítana el. Hiszen nincs két ember, aki egyforma módon szemléli a világot. Ami nem azt jelenti, hogy a világ nem egyforma, csak én meg te nem ugyanúgy látjuk a világot. Ennek megfelelően nincs, sőt, van is egy ilyen filozófiai irányzat, ami azt mondja, hogy nincs, az Albert Einstein óta tudjuk, a kvantum elmélet óta tudjuk, hogy nincs objektív világ, csak szubjektív világ van. Ahogy én látom a világot, az egy teljesen más világ, mint ahogy te látod a világot, és mind a kettő látásmód igaz. Ha valakit megsértesz, akkor egy világot tudsz összerombolni benne, hiszen megváltozik az ő világról alkotott képe. Pivoting. Alkalmazkodik az új realitáshoz. Ha valamilyen új információt tudok, hogy erről is beszéltünk korábban, ez is talán ide tartozó téma. Erről is beszéltünk korábban, hogy vannak olyan tudások, vannak olyan információk, vannak olyan tudások, amelyek az ember valóját, az ember lényegét változtatják meg. És közben vannak olyan tudások, amelyek tőlünk teljesen függetlenek. Amelyek nem képezik a... nem határozzák meg azt a módot, ahogy én a világot szemlélem. Bizonyos tárgyi tudások, vannak olyan tárgyi tudások, az ember tudja, de nem változtatja meg az ő életszemléletét, az ő világról alkotott képét, az, hogy mostantól tudja azt a tudást, amit korábban nem tudott. És van olyan tudás, amely komolyan megváltoztatja, vannak olyan információk, amelyek komolyan megváltoztatják az ember világról alkotott képét. Ugye, amikor rájössz arra, mondok egy példát, amikor rájössz arra gyerekkorban, hogy a szüleid nem tökéletesek. Mindenkinek más-más időpontban következik el ez a pillanat az életében. Van, aki egész kiskorban megtapasztalja, a szerencsésebbek talán egy kicsit később megtapasztalják, hogy anyukájuk, apukájuk, akikre hősként néznek föl, bár ugyanúgy hősök maradnak a szemükben, remélhetőleg életük végéig, de már nem tökéletesek. Az esendőségüket, a sérülékenységüket felfedték. Nyilvánvalóvá számomra az sérülékenységük, a gyengeségük, a bűnösségük akár. Ami nem azt jelenti, hogy kevésbé szeretem őket. Szó sincs róla, senki nem beszél itt szeretetről. Nem beszél senki tiszteletről, nem azt jelenti, hogy az ember kevésbé szereti, vagy kevésbé tiszteli ezért a szüleit. Sőt, ha megismerem a szüleim gyengeségét, előfordulhat, hogy még jobban is fogom őket szeretni, és vagy legalábbis még jobban fogom őket tisztelni. Simán előfordulhat. Ugyanakkor a világról alkotott képem drasztikusan megváltozik. Mert rájövök arra, hogy ez nem egy tudatos felismerés, de rájövök arra, hogy az a világ, az a nézőpont, amelyen keresztül a világot szemléltem, az a nézőpont nem az egyetlen, vagy nem a helyes nézőpont. És még sorolhatnám számos ilyen szemfelnyitó felismerés van az életben. Ezek olyan felismerések, amelyek az embernek megváltoztatják a világról alkotott képét. Jelentősen megvált, drasztikusan, visszafordíthatatlanul. És amikor megváltozik a világ, amikor a világról gondoltál, és most leegyszerűsítem, amikor a világról gondoltál eddig valamit, és ehhez képest a világ egy kicsit más, akkor az a különbség, az meghal, az a különbség az eltűnik, az a különbség az elpusztul. Az a világ, az a különbség, az elpusztul. Tudja az ember, hogy Isten képmására teremtetett. Valami más történik, valami az ember akkor is Istenhez lenne hasonló, hogyha nem tudna erről.
De így, hogy Istenhez hasonló, ez így felruházza őt bizonyos felelősséggel, és felruházza őt bizonyos lehetőséggel is. Jogkörökkel és felelősségekkel ruházza fel az embert az, hogy tudja, hogy Isten képmására teremtetett. Az állatok nem teremtettek Isten képmására. Nekünk van adva a föld, hogy uralkodjunk rajta. Nekünk van adva a föld, hogy uralkodjunk a természeten, hogy uralkodjunk az állatokon, a föld állatain és a föld növényein. Ami nem azt jelenti persze az uralkodás, hogy az ember kizsigereli, ez egy külön téma, nyilvánvalóan nem ezt jelenti, de az ember a teremtés igazi célja, és minden más, ez csak az embert szolgálja ki. Minden más, a csillagok, a nap, a hold, az univerzum, és az összes univerzum, meg az összes galaxis, ez mind az emberért van teremtve, és nem pedig fordítva. Ez nagyon fontos, ez rendkívüli lehetőség az ember számára, ugyanakkor rendkívüli felelősség is az ember számára. Hiszen hogyha az ember nem helyesen él ezzel a lehetőséggel, akkor kizsigerli a természet, akkor kizsigerli, akkor visszaél, akkor zsarnokoskodik, ami természetesen nem helyes. Ahogy Isten sem zsigereli ki és zsarnokol az ember fölött, pedig erre minden lehetősége és joga megvolna. Nekünk is megvolna minden lehetőségünk és jogunk, mégsem tehetjük. Mert Isten képmására teremtettünk. És csak úgy, mint Isten nem pusztítja el a földet bármelyik percben, amikor gondolja, nekünk sincsen jogunk ehhez. Tovább megy a Misna, és azt mondja, Havivim Israel, kedvelt pedig Izrael, mármint a zsidó nép, mert Isten gyermekeinek neveztetett se. Nikrau vanim lamakom. Úgy neveztetett, hogy Isten gyermekei. Hibáje teran odát lehem. Se nikrau banim lamakom, se nemár. Banimatem lá semelokéhem. Ugye, kedvelt Izrael, kedvelt a zsidó nép, mert Isten képmására teremtetett. Kedves Gerő Tamás, a relativitás elméletre gondolsz? Igen, Einstein relativitás elméletre gondolok. Ami azt mondja, hogy nincs egy objektív valóság, hanem a dolgok akkor válnak valóvá, amikor az emberek szemlélik, mindenki által szemlélt valóság ugyanolyan reális, mint az én általam szemlélt valóság. Valami hasonló. Szóval kedvelt a zsidó nép, mert Isten gyermekei, és a kedveltségnek egy magasabb fokozata, hogy el is mondta Isten, hogy a gyermekei vagyunk, hiszen az van írva, banima temla semelo kechem, gyermekei vagytok ti az örökkévalónak, hogy így szól Mózes 5. könyvének 14. fejezetének első verse. Banima temla semelo kechem, Isten gyermekei vagyunk. A zsidó nép Isten gyermeke. Ugye a gyermek, ha Isten a király, akkor a zsidó nép a herceg, és hercegek és hercegnő. Ami lehetőség, de egyben felelősség is. Egy herceg másképpen kell viselkedjen, mint a köznép. Más a feladata, és más a felelőssége. A zsidó nép kiválasztottsága az nem azt jelenti, hogy ő szebb vagy jobb, gazdagabb vagy okosabb, vagy értelmesebb, vagy ügyesebb, mint bárki más, hanem azt jelenti, igen, kedves Malcsiner Péter, bocsánat, hogy közben nézem a kommenteket, kedves Malcsiner, igen, a te észlelés az a te valóságod, pontosan így. Ezt a relativitás, a kvantum elmélet óta tudjuk ezt. Szóval, hogy a zsidó nép kiválasztottsága az nem azt jelenti, hogy a zsidó szebb, vagy jobb, vagy okosabb, mint bármi más, hanem azt jelenti, hogy más feladatra, vagy más céllal kell az életünket éljük. Más feladatunk van. Feladatunk van, és kötelezettségeink vannak, és lehetőségünk is egyben. De ha az ember elfeledi a kötelezettségeit, akkor a lehetőségeit az ugyanúgy ki tudja zsigerelni, vagy ki tudja aknázni, ugyanúgy ki tudja aknázni, ki tudja zsigerelni, mint ahogy a természetet ki tudjuk zsigerelni. Havivin Israel shenatan lahem kli chemda, kedvelt Izrael, kedvelt a zsidó nép, hiszen adva lett nekik egy gyönyörű ékszer, egy szép ajándék, chibaye teran odat lahem, és még nagyobb a kedveltségnek egy még magasabb foka, shenitan lahem kli chemda, shenemar, hogy tudjuk, hogy nekünk van nekünk adva egy kincs, se nem már, hogy mondva van, ugye úgy mondja Salamon a példabeszédekben, ki lekach tovna tati lachem,
mert jó ajándékot adtam nektek, szép, értékes ajándékot adtam nektek, Torati altazovu, Tórámat ne hagyjátok el. Ugye, hogy Istennek a Tórája a legféltettebb kincse. Nem olyan régen a Talmudban tanultuk, Sabbat traktátusban, nem olyan régen ment a Daf Yomiban, hogy Isten az eredeti, ugye azt meséli a Talmud, azt mesélik ez a midrásszerű elbeszélés, azt meséli, hogy Isten, ugye azt tudjuk értelmetlenül fogalmazok. Először is azt mondja a Zohár, a kabbalisztikus irodalom azt mondja, hogy, és erről már korábban beszéltünk, hogy Isten belenézett a Tórába, és eszerint teremtette meg a Földet. Azaz a Tóra olyan volt, mint egy tervrajza a világ teremtésének. Ugye, hogyan lehetséges ez? Mit jelent ez, hogy akkor ezek szerint a Tóra már előbb volt, mint az emberiség? A Tóra már előbb volt, mint ahogy a világ meg lett teremtve. Erről beszél a Sabbat traktátus, nem olyan régen, talán 80-valahányadik oldalon, akkor azt mondja, hogy eredetileg Isten úgy tervezte, hogy a Tórát a világ teremtése után az ezredik generációnak fogja csak odaadni, az ezredik generációnak, de ehelyett már 974 generációval korábban odaadta a Tórát, mint ahogy azt tervezte. Ugye 974 generáció volt tulajdonképpen a teremtés előtt, 974 generációnyi idő volt a teremtés előtt, mikor Isten a Tórát adta. Ugye a Tórát a 26. nemzedékben kaptuk, ez azt jelenti, hogy Ádámtól Noéig, ha elolvassátok Mózes első könyvét, akkor ki lehet egyszerű matematikával számolni, vagy egyszerű összeadással számolni, hogy Ádámtól Noéig eltelt 10 generáció, és Noétól Ábrahámig eltelt 10 generáció, és Ábrahámtól Mózesig pedig eltelt 6 generáció. Mózes volt a 7. generáció, vagy a 6. generáció Ábrahám után, 26. Zárójába jegyzem meg, 26, az egy, amúgy is egy érdekes szám, mert az Isten, a négybetűs Isten névnek a héber betűk szerinti számértéke. Jud, Hei, Vav, Hei, ebből a Jud az 10, a Hei az 5, a Vav az 6, és a Hei az pedig szintén 5, ez összesen 26, ez Istennek a neve. Isten nevének a számértéke, ugye a négybetűs Isten név, Jud, Hei, Vav, Hei, a négybetűs Isten név héber számértéke az 26, és ez a 26. generáció, amelyik megkapta a Tórát. Tehát 974 generáció volt a Tóra adás előtt. Tehát a Tóra sokkal régebben létezett, mint az univerzum. És az a tény, hogy a zsidó nép megkapta Isten legféltettebb kincsét, Kli Chemda, Isten legféltettebb kincse a Tóra, és azt oda, hogy most szintén a Sabbat traktátusban lehet arról olvasni, hogy az angyalok milyen vitába keveredtek Istennel azzal kapcsolatban, amikor megtudták, hogy a Talmud leírja ezt a égben zajló veszekedést, vagy balhét, ami Isten és az angyalok között zajlott, amikor az angyalok elkezdtek problémázni a teremtőnek, hogy miért adja oda az embernek a Tórát. Miért adja oda az embernek a Tórát? És akkor Mózes is megkérdezték az angyalok, hogy miért adták, sőt, hát Isten mondta Mózesnek, hogy válaszold meg, hogy miért kaptad meg a Tórát. És akkor Mózes azt mondta az angyaloknak, az van írva a Tórában, hogy tiszteld apádat és anyádat. Az angyaloknak van apjuk és anyjuk? Az van írva a Tórában, hogy ne ölj. Az angyalok ölnek. Az van írva a Tórában, hogy 6 napon át végezd a dolgodat, és 7. napon pihenj, mert az angyalok végeznek munkát, fizikai munkát. Az van írva, és akkor felhozott Mózes egy csomó példát arra, amivel megindokolt az angyaloknak, hogy a Tóra a földre való, és nem pedig az égbe, nem pedig a mennyekbe. De mégis az, hogy Isten a legféltettebb kincsét odaadta a földre, ez azt mutatja, hogy mennyire kedvelt a zsidó nép, akinek oda lett adva a Tóra. Kedvelt Izrael népe, mivel gyönyörű ékszer adatott neki, ez pedig a Tóra. Még nagyobb jelentőséget kap a kedveltség, mivel az örökkévaló tudatta vele, hogy ez a gyönyörű ékszert neki adta. Megint lehetőség, és egyben egy felelősség is. Kedves Nátkai György, az örökkévaló hegyet tartott a zsidók fejére, hogy kételnek voltak elfogadni a Tórát, így is ajándék. Igen, való igaz, a Talmud beszél erről, hogy Isten fölemelte, pont mostan a Sabbat traktátusban beszél erről, a Talmud, hogy Isten a Sinai hegyet a zsidó nép fölé tartotta,
és azt mondta, hogy ha elfogadjátok a Tórát, ha elfogadjátok a Tórát, akkor jó, de ha nem fogadjátok el, akkor itt lesz a sírotok. Akkor itt mindenki meg fog halni, itt lesznek a sírjaitok. Ugye ez felveti a kérdést, hogy miként lehetséges az, hogy a zsidó nép azt mondta, hogy nászeven is már minden, amit az örökkévaló ad, minden, amit az örökkévaló mond, azt megcselekedjük és meghallgatjuk, és hogyan lehetséges az, hogy másrésztről, hogy egy hegyet fölét, az emberek fölé tartott, és azt mondta, hogy vagy elfogadját, szóval, hogy kvázi zsarolta, vagy egy olyan szituáció keletkezett. Erről akkor holnap fogunk beszélni, kedves Nátkai Gyuri, és akkor várlak téged holnap, mert a Talmudban erre válasz is van. Akkor holnap innen fogjuk folytatni a 14. misnának a végéről, és a 15. misnáról, ami csak annyit ízelítősképpen a korábban elmondottakhoz, hogy mennyiben mármint az ember Istenhez való hasonlatossága abban a tekintetben, hogy ugyanolyan szabad akarata van az embernek, mint Istennek, ez milyen módon érthető, mert Rabbi Akiva azt mondta, kol cafuj, vár esutnetuná. Isten mindent lát, de ez nem hiúsítja meg a szabad elhatározást. Erről fogunk holnap beszélni, a szabad akarat és a szabad akarat létezése, hogy lehet az, hogy Isten tudja, hogy mi fog történni holnap, nekem mégis szabad akaratom van arra, hogy eldöntsem, hogy mit fogok csinálni. Innen fogjuk folytatni holnap, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, örülök ezeknek a rengeteg kommentek, végig is fogom olvasni. Holnap este 8-kor szeretettel várlak benneteket, sziasztok, szép estét, holnap blogbejegyzést is fogok írni, úgyhogy azon is lesz mit olvasni. Sziasztok!